egy-egy rendszám, egy autótípus már ok lehet, elgondolkodtatható, egy verziót sugallhat a nyomozóhatóságnak. Dr. Andor László kapitányság vezető sorolja azokat a jelenségeket, amelyek megfigyelésével a lakosság tudja segíteni a rendőrség munkáját. Az idegenforgalmi szezonban a tavalyihoz képest a vagyon elleni bűncselekmények száma 24%-kal csökkent a Keszthelyi rendőrséghez tartozó balatoni régióban. A rendőrség polgárőrség munkája ellenére azonban az elmúlt héten is történt besurranásos eset Keszthelyen. Azt tartom a legcélszerűbbnek, hogyha az állampolgárok olyan céltalanul bolyongó, akár gyalogosan, vagy kerékpárral, vagy személygépkocsival közlekedő gyanús személyeket észlelnek, akik nem abban az utcában laknak, nem látták még abban a városrészben, mindenképp tegyenek jelzést a rendőrség irányába, vagy az illetékes körzeti megbízotton keresztül, vagy pedig a 112-es segélyhívón keresztül. A rendőrség a bűnesetek kapcsán gyakran tapasztalja, különösen a nyári szezonban, de ősszel is jó időben, hogy az ingatlan tulajdonosok, használók nyitva hagyják a nyílászárókat, ami alkalmat ad a besurranásra szakosodott bűnelkövetőknek, és akadály nélkül jutnak be a lakásba. Minden figyelmeztetés ellenére az idős emberek bizalmának kihasználása sem ritka. Az a korosztály, akik amikor fiatalabbak voltak, ugye kevésbé találkoztak ilyen jogsértésekkel, ők sokkal bizalmasabban fordulnak az állampolgárok felé, nyilván az ilyen jogsértésekre szakosodott bűnelkövetők irányába is. Múlt héten egy idősebb nénihez jutott be így egy bűnelkövető, aki azt a legendát, azt az ürügyet találta ki, hogy a házi állata eltűnt, és kérdezte a nénit, hogy esetlegesen nem látta, kihasználta a néninek a bizalmát, és így bejutott az ingatlanba, ahonnan több százer forint készpénzt tulajdonított el. Értékeinket lehetőleg ne tartsuk könnyen hozzáférhető helyen, és lehetőleg ne is legyen otthonunkban indokolatlanul nagy összegű készpénz, mert gyakran az elektronikai védelmi rendszer sem akadálya bűnözők előtt. A szomszédi odafigyelés is sokat segít, hogy ne váljunk áldozattá, figyelmeztet a rendőrség.